Önök a Zsolca TV 37. heti adását látják a UPC Felső Zsolcai és Ongai kábelhálózatán. Köszöntöm nézőinket! E heti adásunkban láthatják a dr. Tárnyák Csabával készített exkluzív interjúnkat, melyben beszél hitről és az egyházi iskolák fontosságáról, valamint Böjte Csaba barátainak az erdélyi Role együttesnek koncertjét. Tartsanak velünk! Dr. Tárnyák Csaba kapta idén Felső Zsolca képviselőtestületétől a Város díszpolgára címét. Stábunknak az Egriérseki palotában adott exkluzív interjút, ezt láthatják adásunk első felében. Laudétur Jézus Krisztus! In eternum, amen! Engedje meg, hogy első között gratuláljak Felső Zsolca díszpolgári címéhez, amit nemrég vett át. Számított erre a díjra? Én végképp nem számítottam. Nagy meglepetés volt számomra, hogy polgármester úrnak és munkatársainak eszébe jutott az, hogy ilyen módon örökítsék meg azt, ami hát nem is az én érdemem, hanem a katolikus híveknek az érdeme, akik a Caritason keresztül olyan sok segítséget juttattak el Felső Zsolca városának. És arra gondoltam, én úgy tudom, hogy polgármester úr valamiképpen ennek akart emléket állítani, és hát ezért találta ki ezt a szép kezdeményezést. Mit jelent önnek ez a kitüntetés, vagy akkor mit jelent a Caritasnak? Én úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy a város valamiképpen szeretné a köszönetét kifejezni azoknak, akik anyagi, szellemi, fizikai áldozatot, időt nem spórolva segítségére siettek azoknak, akik az árvíz során tényleg bajba kerültek, és a házuk erősen megrongálódott, vagy tönkrement, és a Caritasnak a munkatársai a szerte az országból a katolikus hívek adományai hozzásegítettek ahhoz, hogy ezek az emberek ismét megfelelő körülmények között élhessenek. Mennyire volt nehéz támogatókat találni? Ez egy spontán kezdeményezés volt, amikor a püspöki konferencia felszólította, felkérte, mondjam inkább így, a híveket, hogy az árvízben károsultakon segítsünk közösen. Ez egy vasárnapi gyűjtésnek az eredménye volt. Az ország összes katolikus templomában a templomba járó hívek felajánlották a persegygyűjtésnek az eredményét, illetve azt az egyház ajánlotta fel, hogy azt nem a helyi egyházközség használja fel, hanem azoknak juttatjuk el, akik ilyen pórul jártak. És hát végül is ebből az összegből összegyűlt több mint 200 millió forintnyi adomány, ebből jutott, hála Istennek, Felső Zsolcára is, és hát sikerült ezeket a házakat helyreállítani. Milyen célkitűzései vannak a Caritasnak? A Caritasnak a legfőbb célkitűzései természetesen azok, hogy a bajba jutottakon segítsen. Nem figyelve arra, hogy ki milyen vallású, ki milyen nemű, ki milyen bőrszínnel rendelkezik, hanem azokon az embereken segít, akik bajban vannak, akik komoly bajban vannak. A katolikus egyháznak a segélyszerve a katolikus Caritas, ahogy a nevében is benne van, de amikor segítségre van szükség, akkor igyekszik mindenütt segíteni. A lehetőségei szerint, sajnos ezek a lehetőségek meglehetősen korlátozottak, tehát nem tudott a Caritas sem mindenkin segíteni, de Felső Zsolcán úgy tudom, hogy sok háznak a helyreállításában sikeresen segített. Illetve a középiskolásoknak is tulajdonképpen kötelező önkéntes munkában részt venni. Ez miért fontos számukra? Én úgy gondolom, hogy fontos lenne az, hogy az összes iskolában ezt a Caritasnak a lelkiségét, a szellemiségét azt átvegyék, megismerjék, gyakorolják. Hiszen milyen
milyen nagyszerű dolog az, amikor másokon segíthetünk. Ebben én nekem a szentrőládi cigányok valamiképpen a példa. Az volt egy másik ilyen település, ahol sokan jutottak bajba, és ahol sok embernek sikerült segíteni. És az árvízi helyreállítások után nem sokkal a szentrőládi cigányok saját maguktól jelentkeztek akkor, amikor egy másik katasztrófa történt, amikor a Vörösiszap elöntötte Devecsert és Kolontárt, jól mondtam, ugye, Kolontárt, akkor jelentkeztek önmaguktól a szentrőládi cigányok, hogy hát eddig rajtunk segítettek, most mi akarunk menni. Fogták az ásót és a lapátot, telefonáltak Árvai atyának, hogy menni akarunk segíteni. Egyfajta misszió. Egyfajta misszió. Na, én úgy gondolom, hogy ez valóban példamutató, és ez mutatja, hogy a jó példa ragadós. Azt hiszem, hogy azt időben el kell kezdeni megtanulni, hogy a jóság az utánozható, kopírozható, mi is tudunk jók lenni. És ezt meg lehet tanulni. Sok dolgot tanulnia kell az embernek, sőt, tulajdonképpen mindent. Ha belegondolunk, hogy a csecsemő nem csak beszélni tanul meg, hanem még mosolyogni is az édesanyjától tanul. A szeretetet is meg kell tanulnunk másoktól. És ez vonatkozik arra is, hogy azt a szeretetet, amikor valaki bajban van, akkor ő rajta természetes, hogy segíteni kell, hiszen emberek vagyunk, egymásra vagyunk utalva, és jó dolog jót tenni. Tehát úgy gondolom, hogy ezt az iskolában igenis meg lehet, és meg kell tanulni. A fiatalok hogyan tudják megtanulni? Mindenféle jó módszerei vannak az iskoláknak. Természetesen meg kell ismerniük először azt, hogy nem mindenki olyan jó körülmények között él, mint amilyen körülmények között esetleg sok fiatalunk él a mai világban. Meg kell ismerniük a nyomornak a különféle fokozatait. Úgy gondolom, hogy ez az első stádium, hogy ismerjék meg azt, és becsüljék meg azt, hogy ők jobb helyzetben vannak. És alakuljon ki egyfajta empátia érzés, beleérzés, hogy milyen rossz lehet azoknak, akik nem ilyen körülmények között élnek, akinek nincsenek szülei, aki nem tud más embereknek a segítségére támaszkodni, aki nem él egy szerető családban, hogy ezeket az élethelyzeteket megismerjék, és akkor alakulhat ki egy olyan empátia, amelyik hozzásegíti ahhoz, hogy segítsen a rászorulókon. Gondoljunk az ápolónőknek, az orvosoknak az empátiájára, akik a szenvedő emberen segítenek, ez az élethivatásuk. Beszélgetésünk másik apropója az, hogy Felső Zsolcán szeptembertől katolikus iskola nyitja meg kapuit. Illetve hát nem csak Felső Zsolcán, hanem 16 intézmény kezdi meg egyházi működését. Ez miért volt fontos váltás? Azért volt nagyon fontos ez a váltás, mert az önkormányzatok és az őket támogató, vagy a mögöttük álló állampolgároknak volt ez a kívánsága. Nem vettünk át úgy intézményt az egri egyházmegyében egyet sem, amelyik mögött ne lett volna ott a szülőknek a támogatása, a helyi önkormányzatnak a támogatása. Úgy gondolom, hogy ez a szabadságnak egy csodálatos, szép megnyilvánulása, hogy ha van valamilyen lehetőség, akkor arról közösen döntenek a közösségek. Sok közösség szerette volna azt, hogy az ő városukban, az ő településükön legyen katolikus iskola. Bizonyára ebben a várakozás is benne van, mert az eddigi intézményeinknek az eredményei azt igazolják, hogy jól működnek katolikus iskoláink, és hát az a célunk természetesen, hogy még jobban működjenek. Ezért szerveztünk egy közös tanévnyitót a pedagógusoknak is, az egy szakmai tanévnyitó, ahol fontos előadásokat hallgathattak meg közösen a pedagógusok, majd pedig szakmai megbeszélésekre került sor.
De mégis egy korábban önkormányzati fenntartású intézménynél mennyi idő elteltével ismerik fel akár a pedagógusok, akár a diákok a vallásos nevelés fontosságát? Azt tapasztalom, hogy van egyfajta szomjúság a mai magyar társadalomban, egyfajta szomjúság az igaz és a tiszta szavak iránt. Annyi mindent kipróbált már a magyar társadalom, annyi mindenről kiderült, hogy bóvli. Bizonyára sokan ráéreztek arra, hogy vannak itt olyan örökértékek, amelyekről korábban sokszor hallottuk azt, hogy ezek már régiek, ezeket ki kell dobni, ezekre nincsen szükség, vannak modern elvek, modern elméletek, modern társadalom felfogás, és azóta rájöttünk arra, hogy attól, hogy valami új, az nem biztos, hogy jobb, mint a régi. A magyar nép 1000 évvel ezelőtt fedezte fel, hála Szent Istvánnak, a kereszténységet, és a kereszténység volt az, amelyik nehéz időszakokban is megtartotta, átsegítette ezt a népet, és meggyőződésem nekem és nagyon sok honfitársamnak az, hogy mai bajainkra is az kínál igazi orvosságot, hogyha tudjuk a célt, amerre menni akarunk, életünknek a célját, egyéni életünknek a célját. Sokszor közösségben gondolkodtunk, vagy mások gondolkodtak helyettünk, célokat tűztek ki elénk, amely célok nem vezettek el az egyéni boldoguláshoz, az egyéni jóléthez, a szónak a teljes értelmében, tehát, hogy teljes életet élhessünk. Szent István király felfedezte a kereszténységet, és az ma is képes arra, hogy az embereknek teljes életet kínáljon. Ez a változás a nevelési és oktatási intézményekre is vonatkozik, tehát az óvodáktól kezdve a középiskolákon át egészen a felsőoktatási intézményekig? Igen, igen. Vannak a katolikus egyháznak intézményei óvodáktól kezdve egészen a katolikus egyetemig, és mindegyik igyekszik a maga területén a legjobb munkát végezni. Valamelyik előadó mondta ezen az említett konferencián, hogy mi ugyanazt próbáljuk adni, csak jobban. Tehát nem más tanítunk, hanem értékeket is próbálunk továbbadni, és ezekre az értékekre támaszkodva számunkra fontos a minőség, fontos az igényesség, az, hogy a munkánkat jól végezzük. Igen, hiszen talán amikor a katolikus iskolákról beszélünk, akkor mindenkinek a szigorúság, a szigorú házi rend jut eszébe. Kétségtelenül van egyfajta házi rend, egyfajta szigorú házi rend is. Ugyanakkor ez nem egy embertelen szigor, ez nagyon, nagyon közvetlen, nagyon emberséges, ebben nagyon sok vidámság, közvetlenség van. Mégis így, ahogy mondja, valóban van egyfajta tartás, én inkább úgy mondanám, hogy a hívő ember számára egyfajta tartást ad az, hogy tudja azt, hogy az élete nem egy véges, nem egy 70-80 évre szóló időszak, hanem a meghívásunk az örök életre szól. És ez egyfajta tartást, belső örömet és biztonságot ad az embernek, hogy itthon van a világban is, akkor is, hogyha tudja, hogy ez a világ mulandó, de hitem és meggyőződésem sok más hívőtársammal együtt, hogy ez az élet nem a teljesség. A teljesség az oda át van az örök életben. Össze lehet-e kapcsolni azt, hogy ugye szeptembertől 16 egyházi intézmény nyitja meg kapuit azzal, hogy kevesen választják a papi hivatást? Nincsen a kettőnek közvetlen kapcsolata egymással. Az, hogy hányan választják a papi hivatást, az sokféle körülménynek a következtében alakul így. Időszakonként az egyház történelmében voltak olyan időszakok, amikor nagyon sok hivatás volt, voltak olyanok, amikor kevés hivatás. A mi korszakunk egy ilyen, természetesen ez összefügg azzal, hogy azt tapasztaljuk kétségtelen, hogy korunkban a hit egyfajta válságát éljük meg.
Tehát én nem a papi hivatások válságáról beszélnék, hanem a hitnek a válságáról. Nagyon sok ember nem találja meg már a természet feletti hitben azt az örömet, amit az valójában ad. Azért nem találja meg, mert nem is jutott el az ismeretére. Tehát ma tömegek élnek úgy, hogy soha nem kaptak katekézist, nem jártak hittanórára, nem ismerhették meg azokat azt a tanítást, nem ismerhették meg azt a személyt, akit Jézus Krisztusnak hívunk, aki azért jött, hogy bennünket megváltson és örök életet ajándékozzon nekünk. Tehát akkor, amikor nincsen hit, hit nélkül nem lehet papnak lenni, aki a papi hivatást vállalja, az olyan dologra vállalkozik, amire az életét teszi föl. És hát az életet csak komoly dologra szokta feltenni az ember, vagy odaadni az életét. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy inkább ezzel függ össze. Na most az, hogy átvettünk 16 intézményt ebben a hatalmas nagy egri egyházmegyében, amelyik 3 megyét lefed, egyébként hát ez nem egy olyan hű, de nagy szám. Nekünk természetesen nagy, ismerve a mi lehetőségeinket, a mi rendszerünknek a kapacitását, számunkra ez egy nagy kihívás és nagyon nagy feladat. De mivel ezt kérték tőlünk, megbíztak bennünk az önkormányzatok, megbíztak bennünk a szülők, ezért mi ezt a szolgálatot örömmel és készséggel vállaljuk. Mégis az egyház hosszú távon mit vár ettől a változástól? Ettől a változástól kétségtelenül várjuk azt, hogy azokon a településeken, ahol katolikus iskola születik, hogy ott valamiféle egyházi reneszánsz, egy egyházi megújulás is bekövetkezik. Tudjuk, hogy nem azonnal, és hát tudjuk, hogy ez nem a mi munkánknak a következménye, hanem ehhez kell az Isten áldása. Tehát, hogyha az Isten áldása lesz a mi munkánkon, a mi kezdeményezősünkön, akkor biztos vagyok benne, hogy Felső Zsolcán is meg fogjuk tapasztalni azt, hogy az egyházközségnek az élete is megújul, hogy az emberek fantáziát látnak abban, hogy a Caritasban tevékenykedjenek, hogy a rászorulókra odafigyeljenek, hogy belső indítatásból, a hitük által indítatva jobb emberekké váljanak. Azóta már bizonyára többször járt Felső Zsolcán, 2010 óta. Milyen most Felső Zsolcán? Én úgy látom, hogy Felső Zsolcán most egy hallatlan nagy megújulás van. Lehet, hogy ugye, csúnya dolog ilyet mondani, lehet, hogy ahhoz az árvíz is kellett, hogy sok minden megújuljon. Néha a rombolás szörnyű dolog ilyet mondani, néha a rombolás, a víznek a rombolása például lehetőséget ad arra, hogy megújuljanak házak. Én úgy gondolom, hogy ma élhetnek nem kevesen Felső Zsolcán olyanok, akik jobb körülmények között élnek ma, mint éltek az árvíz előtt. Tehát néha egy ilyen esemény magával hozhatja azt, hogy egy megújulás történik. És lehet, hogy kapcsolatban van azzal is ez az árvíz és az utána történt megújulás, hogy a felső zsolcaiakban is nagyobb bizalom jelentkezett a katolikus egyház iránt, és én ennek tudom be azt, hogy polgármester úr megbízott bennünk, felkért bennünket, és az önkormányzat a szülőkkel egyetértésben, hogy indítsunk el egy katolikus iskolát a városban, és hát ennek a kérésnek szívesen tettünk eleget. Tulajdonképpen új időszámítás veszi kezdetét városunkban ezzel. Hát én nem fogalmaznék ennyire lelkesen, vagy nem is tudom, de bizonyos értelemben kétségtelenül lehet így is mondani, mert ezzel, hogy ez az intézmény a katolikus egyház fenntartásába került, ezzel valóban egy új kezdet jelentkezik a városban. Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Régóta nem volt ilyen alacsony a Sajó vízállása, vízhozama pedig másodpercenként alig haladja meg a 7 köbmétert.
Úgynevezett kisvizes időszak van ilyenkor, természetes alacsony medertség jellemzi a Solyót. A legkisebb vízszintet Felsőzsolcánál a Vasúti híd szelvényében lévő mércénél mérték, ami mínusz 13 cm volt, jelenleg mínusz 7 cm a vízállása. Az elkövetkezendő 6 napban jelentősebb mennyiségű csapadék nem várható, így továbbra is a kisvízi tartományban maradnak a vízállások. Ahhoz, hogy az átlagos időszakhoz képesti medertáltség kialakuljon, a vízgyűjtőn többszöri esőzésre van szükség, mely az aszályos időszaknak a vízhiányos állapotát, a talaj és a folyók vízháztartási mutatóit jelentősen javítaná. Rajzpályázatot hirdetett a gyerekeknek nyári élményükről a szomszédos nagyáruház. A gyerekek október 6-áig interneten küldhetik be munkáikat és szavazhatnak is. Jó napot kívánok, Boda Mózes vagyok, az Osan áruház igazgatója. Kedves gyerekeket szeretném mindenek előtt megszólítani. Egy rajzpályázatot hirdettünk. Kérjük a szülők és a pedagógusok segítségét abban, hogy segítsék a gyerekeket, hogy ezen a rajzpályázaton elindulhassanak. Szeptember van, elkezdődött az iskola, de valamennyi gyerek emlékezetében él még a nyár, élnek a nyári emlékek. Ezért arra kérünk minden Borsodabolyi Zemplén megyei gyereket, hogy rajzoljon. Tegye ezt meg kedvel, boldogsággal. Ha megrajzolta, kérjük a szülőket, hogy ezeket a rajzokat juttassák el hozzánk. A rajzpályázat felhívását megtekinthetik a www.osan.hu weboldalon. Szeretnénk, hogyha minél több gyerek csatlakozna ehhez a kezdeményezéshez. Szeretnénk, hogyha minél több rajz érkezne. Természetesen nyeremények is lesznek a rajzpályázat kapcsán. Az első nyertes gyerek korcsoportonként elviheti az osztályát a Miskolci Vadas Parkba egy osztálykirándulásra. Természetesen az első helyezett mellett lesznek egyéb nyereményeink is, például különböző nyereménycsomagok, amelyek tanszereket vagy játékokat tartalmaznak. Búzdítok mindenkit, hogy jelentkezzen a rajzpályázatra, és minél szebb rajzokat küldjön nekünk. Köszönöm! Ezüstérmet nyert a hétvégén Andó Ágnes egy lengyelországi síkterepes kerékpárversenyen. A fiatal zsolcai versenyző a Malopolszki Kupa 52 kilométeres versenyszámában állhatott a dobogó második fokára. A versenyt a Krakkótól délre lévő Dobzicsében rendezték meg. Böjte Csaba barátai, az erdélyi Role együttes adott koncertet a nyáron a miskolci Tapolcai Akropolis színpadon. A 25 éves zenekar jótékonysági koncertjén a Pille című rockballadát stábunk több kamerával rögzítette, ezt láthatják adásunk hátra lévő részében.
Összegyűlnek, énekelnek, csak az árvák keseretnek. Tavasz, tavasz, gyenge tavasz, erdőt, mezőt megújítasz. Erdőt, mezőt megújítasz, csak engemet szomorítasz. Árvának se az irányának bőcsén nincsen szágénnek. Hosszú fának zöld levele, az az árva. Három csillag van az égen.
élet van nékem egyforma, s egy háromból egy az igaz szerető. Yeah.
gyerekét egy virág, mert eljön a hold világja. Majd kimegyek hajnalba, hosszú szárukkal a bajom. Gyerekét egy virág, mert eljön a hold világja. Majd kimegyek galambom, csak ha lágyingom bulom jön. Gyerekét egy virág, mert eljön a hold világja. Majd kimegyek kedvesem, csak ha lágyim keresem jön. Itt mozajtom, bejöhetsz, üres apat leülhetsz, jó. Üres apat leülhetsz, üres az ágy lefekhetsz, jó.
üres a pad, leülhetsz. Üres a gerdemet kér, tőle engedemet kisnek fiának, egy kecskének.
késznek kiállnak. Nem kell anyám, nem kell anyám, nem kell. Erdőt, mezőt járjak, erdőt, mezőt járjak. Hogy keskéket, hogy gyengeszek, nem kell anyám, nem kell. Nekem kell szép virág, nekem kell szép virág, hogy szeresszelni világ, hogy szeresszelni világ. Nekem kell imák virág, nekem kell imák virág, hogy szeresszelni dihág, hogy szeresszelni dihág. Kérnek, jányom, kérnek, kérnek, jányom, kérnek. Kinek anyám kinek, kinek anyám kinek. Egy diháknak fiának, egy diháknak fiának. Az kell anyám, az kell anyám. Fordulj a fal felé, fordulj az arcán felé.
imádok, lágy piaszibálnia. Mindkét édes egynek egymástól megválnia. Mindkét édes egynek egymástól megválnia. Indulj el egy úton, éles egy másikon. Indulj el egy úton, éles egy másikon. Hol egymást találjunk, egymástól se szóljunk. Hol egymást találjunk, egymástól se szóljunk. Se gondolja, édesegyek vagyunk. Senki se gondolja, édesegyek vagyunk. Hogy gondolja minden, hogy mostohák vagyunk. Hogy gondolja minden, hogy mostohák vagyunk. Én is gyászviselek a régi babámért.
fal kiverni. Haladott, zinszívem, jázva
másik a tóna lesz. Mikor onnat hazajő lesz, mikor onnat hazajő lesz. Szívemben nem búsulok lesz, szívemben nem búsulok lesz. Mindig a rosszat, a rosszat, kitört félünk meg.
neked legyen meg. Adjon Isten minden jót, jobb időt, mint tavaly volt, tavaly volt. Sok örömet e házba, boldogságot hazánkba, hazánkba. Adjon Isten mind jobbat, ne csak mindig a rosszat, mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg. Köszönjük szépen, és valamivel közelibb vizekre evezve, vagy legalábbis nekünk, csíkiaknak közelibb vizekre evezve, fogadjanak szeretettel egy gyimesi csokrocskát. Komáll a vasszon, két kecskéje, hat lábába járja.
szabadságra, hogy magas erőn járja, hagyjuk leányja. Komá asszony két kecskéje, a pávával járja. Hogy kakas előjárja, hagyjuk reányja. Komá asszony két kecskéje, hat lábával járja. Hogy kakas előjárja, hagyjuk reányja. Komá asszony két kecskéje, hat lábával járja. Nyugodalmas nagy ét, a te vén gyermekednek, beteg rossz gyermekednek, fölséges Dáridok, keserves Dáridok, muzsikája kerüljön, hangja messze kerüljön, ne hűje szívemet, nyomorék szívemet, az ébren lét lidérce, rettenetes lidérce, aludjak kacagom, mondjak, kacagom, boldoguljak álmomban, ifjuljak meg álmomban, valamint nagyon nagyot, valamint dicső nagyot. Álmodva hadd képzeljek, éjjemben hadd képzeljek, imádkozzak, mint gyerek, régi iskolás gyerek, istenes áhítattal, altató áhítattal, mikor az alkony leszáll, a barna alkony leszáll, imám az ajkam, szaporázza az ajkam. Adj csöndes ét szüleimnek, adj csöndes ét mindeneknek. Istenem, járva, kelve, fölviradva és lefekve, imádlak, mint édesatyám. Jó atyám, viselj gondot rám. Köszönjük szépen, és hát bemutatnám a zenekart, mielőtt befejeznénk. Salamon Orsolya, Fuolák Furuja, Csobotfalva Szépe, Gyöngye. Nagy Ferenc, basszusgitár. Balázs Zoltán, dobok, perkuciós eszközök. Nagy Edina, perkuciós eszközök. Sánta Zsuzsána, billentyűs hangszerek, ének.
Bodor Emese ének billentyűs hangszerek. És végül jó magam, Nagy Tivadar gitár, hegedű ének. És mivel le sem szeretnénk tagadni, a legkevésbé sem, hogy honnan jöttünk, Csíksomlyó tövéből, hát fogadják szeretettel végezetül az egyik legszebb székely dalt. Köszönjük szépen!
Önök a Közelkép televíziónk heti közéleti magazin műsorának 37. heti adását látták. Egy hét múlva is várjuk Önöket friss hírekkel, információkkal. A műsor ismétléseinek időpontjait megtalálják képújság oldalainkon, de bármikor újra nézhetik weboldalunkon a www.zsolcatv.hu-n. Kövessék munkánkat a nagy közösségi portálokon is. Én a műsort készítő kollégáim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép hetet, viszontlátásra!